Köszöntöm a Trió TV nézőit, a Büki híreket látják. Műsorunk tartalmából. Orvosi ügyelet és felsőoktatási ösztöndíj pályázat, üléseztek a Büki képviselők. Finisben a Gyurác utcai áram munkálatok, a majdani útfelújítást alapozzák. A nyelvi sokszínűséget ünnepelték a Felsőbüki Nagypál általános iskolában. Mókus Les Bükkfürdőn tart még a turizmus világnapi program. Éves közgyűlését tartotta a BTK, beszámolunk a döntésekről. Koncert és interjú a Magna Cum Laude zenekar járt Bükkön. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Decembertől megszűnik a Büki orvosi ügyelet. Ismét nyitott a felsőoktatási ösztöndíjpályázat. Újabb fázisába ért a Sajtoskáli úti kerékpárút építés. Ezek is témát adtak a szeptemberi munkaterv szerinti képviselőtestületi ülésen Bükön. Zárt ajtók mögött a Parkon Kft. Hosszú távú stratégiájáról, szakmai koncepciójáról egyeztettek a képviselők, valamint a szociális tűzifa kérelmekről döntöttek. Most pedig arról hallhatunk összefoglalót, hogy a nyílt ülésen mi mindent vitattak meg. Hát az ülés egy része az beszámolókkal telt. A dr. Horváth Tibor Szociális Központ számolt be a tevékenységéről, és ugyanígy az óvoda is, a Csodaország óvoda, bölcsőde és közétkeztetés ellátóintézmény is. A jó magam, mint a Répcementi Önkormányzati Társulás elnöke, számoltam be a társulást érintő fontosabb változásokról, vagy leendő változásokról. Ugye a társulás látta el a védőnői feladatokat itt a térségben, azok 2023. július 1-től állami feladattá váltak, és ugyanígy a központi orvosi ügyelet is az lesz, tehát 2023. december 1-től a Büki orvosi ügyelet megszűnik, és vagy egyéb ügyeleti központokba, úgy mint Kőszeg, Sárvás, Szombathely, mehet el a páciens a rendelési idő után, vagy kérhet ott telefonos segítséget, vagy a telefonos segítség után diszpécser szolgálat, ha sürgős esetben a mentőszolgálat munkatársait küldi ki. Ugye a mentőállomás az természetesen megmarad Bükön, de ez a változás, ez várható, és ugye ez alapvetően érinti a Répcementi Önkormányzati Társulást, amely így tulajdonképpen egyetlen feladatot lát el, vagy hát kettőt, a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat. A beszámolók mellett pályázati felhívást is közzétettünk, ilyen például a Burza Hungarika, aki a továbbtanulással érintett, tehát felsőfokú tanulmányokat folytat, kérem, hogy figyelje, 10.000 forint per hó, per fő támogatást tudunk nyújtani. Kérem, hogy a feltételekről tájékozódjanak, és ha úgy gondolják, akkor pályázatokat nyújtsanak be. Beruházásokról is döntöttünk. Beruházások közül az egyik legfontosabb, ugye a Gyurác utca lezárása, ahol egy pótmunkaigény volt, mert néhány kapcsolószekrényt lakossági kérésre alébb kellett telepíteni, akár többször is. Most úgy néz ki, hogy ez rendben van, így a beruházás tulajdonképpen lényegében a munkaterületen való mozgást, a tényleges munkavégzés tekintve lezárult. A másik beruházásunk az pedig a több mint 10 éve a közterületeken lévő nagy tábláknak, a turisztikai információs tábláknak a cseréje. Ezt a folyamatot rendeltük meg és kezdjük el. Aztán nagyon fontos mérföldkőhöz érkezett a top támogatásból, az Élhető Város pályázati csomagból megvalósítandó a fürdő bekütő út mentén, tehát a Sajtoskáli út mentén építendő kerékpárút építési projektünk, amely két részből áll, magából az útépítésből és a hozzátartozó közvilágításból. A közvilágítási részre érkeztek érvényes ajánlatok a tervezői költségbeslés árán belül, tehát nem kell hozzá váratlan plusz forrást tennünk, és erről tudott dönteni a képviselőtestület, tehát nyertes tudott hirdetni. Az útra váratlan az ajánlatok ezen a héten jönnek be, tehát szeptember utolsó hetében, és bízunk abban, hogy itt is ebben a vonatkozásban is eredményt tudunk hirdetni.
Képviselőtestületi ülésen még foglalkoztunk a Turinform irodának a kérdésének az ügyével. Ugye a Turinform irodát a Büki Gyógyfürdő ZRT üzemelteti jelenleg a pavilonsoron, és annak az áttelepítését az önkormányzat tulajdonában álló látogatóközpontba tárgyaltuk meg, és hát a társaságot felkértük, hogy telepítse át az irodát ebbe az épületbe. Kicserélték az erős és a gyenge áramhálózatot a Gyurác utcában Bükön. Újjáépítésre vár az utca, mire elkezdődhet az út felújítása, addig is dolgoznak. A víz és szennyvíz hálózat javítása után az áramhálózatot tették rendbe. Erre mintegy 47 millió forintot költött saját forrásból Bükön kormányzata. Hát lényegében a levonulás, közvetlen levonulás előtt vannak, tehát még egy-kettő ilyen elegyengetés, illetve a még maradt itt betonoszlop, ami már szállításra vár, de lényegében a utca felújításának a második fázisa is lényegében véget ért. Ugye az egész projekt sorozat az onnan indult, hogy a Magyar Közút jelezte, hogy ezt a szakaszt felkívánja újítani, ugye a Gyurác utca az egy állami útnak a része, és így a Magyar Közút a fenntartásra kötelezett. És elég viseltes az út állapota, ennek többféle oka is van. Legutóján, ugye, amikor a Csepregi Répceidet építették, akkor ez volt az egyik terelőút, vagy a fő terelőút, ami látható nyomokat hagyott az út szerkezetén és felületén. A Magyar Közút tervezi ennek a felújítását, két rétegű aszfalt cseréjét, és az önkormányzat jelezte, hogy akkor már teljes szerkezetet lenne érdemes cserélni, és kiemelt szegéllyel, parkolókkal kellene ezt az utcát tulajdonképpen újjáépíteni. A közút erre vevő volt, csak közben ugye bejött az, hogy az állami nagyberuházásokat, útfelújításokat leállították, mondván, hogy most jelenleg nincs ezekre forrás. Tehát most várakozó állásponton vagyunk, egészen pontosan inkább úgy mondanám, hogy közben mi a saját munkáinkkal előbbre haladtunk, mert itt is tartottuk és tartjuk azt az elvet, hogy az útépítés az nem egyenlő a felületnek a felújításával, hanem komplex műszaki egységként kell az útra tekinteni. Elkezdtük a vízi közmű rendszerrel, azt mondhatjuk, hogy az lehetett az első etap. Ott mindjárt kiderült, hogy a ivóvíz vezeték komplett cserére szorul, most műanyagot tettünk le a korábbi azbeszt helyett, és a szennyvíz vezeték esetén nagyobb javításokat végeztünk, de lokális javításokat végeztünk, ott nem volt szükség az egész rendszer cseréjére, hiszen a 80-as évek közepén PVC csőből épült meg, tehát az még jó. A második ütemhez érkeztünk most, hogy a villamos hálózatot kellett a légkábeleket a földbe helyezni, ugye ez kettő, vagy pontosabban három nagyobb ütemre bomlott. Az első rész a gyenge áram, tehát az internet, a kábel TV és a telefon vezetéknek a földbe helyezése volt. Ennek egyébként az összköltsége 19 millió forint volt. A második etap részben nyilván időben ezzel egybeesve, egy munkaterületen dolgozva, de az erős áramot is, illetve a közvilágítást is rendezték. Az erős áram, tehát hogy a házak lakossági villamos betáplálása az a földkábelen történik, tehát a tetőn lévő áramszedők kiváltása is megtörtént, most földkábelről kapják a villanyt, illetve új közvilágítási oszlop épült ki. Ezeknek összesen a költsége az 29 millió forint volt, tehát ha összeadom még hozzáadom a 18-at, akkor 47 millió forint volt csak a villamos hálózatnak a rendbetétele. Ezek természetesen mind önkormányzati önerős beruházások, ezekre pályázat jelenlegi formájában nincs, viszont fontosnak tartottuk azt, hogy jelen esetben ez az egyik, a városnak az egyik kapuja, és nagyon ráfért erre az utcára, hogy legalább ezeket a útfelújítást megelőző és egyébként egyenként is nagyon komoly beruházásokat itt megvalósítsuk. És bízunk abban, hogy a közútnál mielőbb pozitív hírekkel szolgálnak, és az útfelújítás is el tud kezdődni. A terveket elkészítettük, tehát nem csak az út felújítására vagy felületére, amivel egyébként nekünk nem lenne dolgunk, de mi megtettük, hogy szerkezetében, hosszabb távon, jó minőségben készüljön el ez a Gyurác utca. Amikor
A projekt kezdetéről beszámoltunk, az építkezés kezdetéről és ütemezéséről, akkor szó volt arról is, hogy nyilván nem egy-két hetet kell majd arra várni, lehet, hogy nem is csak fél évet, hogy itt az útfelújítás ennek a közút részéről megtörténjen. De remény szerint addig az önkormányzat esetleg kisebb léptékű útjavítást esetleg el tud-e végezni, van-e ilyen irányban most döntés? Hát ugye most ha végignézve az úton nem tudom mi a kisebb. Tehát ugye mekkora felület az, amit javítani kell, gyakorlatilag az egész útfelújításra szorul, de természetesen a legdurvább kátyukat azokat jelezzük a közút felé, de ugye ez állami út, tehát ezen a karbantartást is a magyar közútnak kell végezni. Csak ugye most úgy tűnik, hogy ők is arra várnak, hogy ez az egyébként megítélt felújítás, ami nem visszavonásra, hanem csak felfüggesztésre került, ez mielőbb élesedik, és akkor neki tudnak állni komplettbe. Tehát szerintem ők is erre várnak, hogy mi is. Magyar, angol, német, orosz, szlovén, cigány, nyelvi sokszínűség jellemzi a Felsőbüki Nagypál Általános Iskolát. Ezt a nyelvi sokszínűséget ünnepelték meg a diákok szeptember 26-a, a Nyelvek Európai Napja alkalmából. Cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón, sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo.
Szeptember 26-a az Európai Nyelvek Napja, ezt az Unió számos országában megünneplik. Az a célunk ezzel a nappal, hogy ilyenkor a nyelvtanulás fontosságára hívjuk fel a figyelmet. Iskolánk idegen nyelvi munkaközössége ezért ma rendhagyó napot szervezett a diákjainknak. Aszfaltrajzversennyel kezdtünk reggel a negyedik osztályosokkal, valamint a hatodik évfolyamosoknál az egyik kis tanítványunk, Gici Nóra, Norvégiában töltött egyhetes útjáról tartott vetítése élménybe számolót. A gyerekek már ebben a hónapban pontgyűjtő versenyen vettek részt, különböző kihívásokat kaptak, amikor bükön beszélt nyelveket, bükkfürdő honlapját kellett meglátogatniuk, gyűjteniük kellett a jellemző szófordulatokat angol, német, illetve más európai nyelveken. Iskolánkban összeszámoltuk, hogy nagyon sok nyelven tudunk megszólalni. A magyar, angol, német mellett oroszul, szlovénül, szlovákul, szerbül, horvátul, ukránul, cigány nyelven is tudunk beszélni. Ez a nyelvi sokszínűséget jellemzi, erre szeretnénk építeni, amikor az élménypedagógia módszerével tanítjuk a diákjainkat, hogy minél eredményesebbek legyenek a nyelvtanulásban. Kollégáimmal együtt hisszük és valljuk, hogy a tanulók azt tanulnak, amit szeretnek, ezért csinálunk ilyen rendhagyó alkalmakat, mint az előbbi felvétel, amikor a gyerekek fehér pólóba öltözve a Nyelvek Európai Napja logóját formázták meg az iskola udvaron. Nagy kedvel készültek erre, reméljük, hogy jól sikerült a felvétel is. Itt az iskola aulájában vagyunk, a bejárat mellett egy fali kiállításnál, gyűjtésnél mi ez, amit itt mögöttünk látható? Itt is a nyelvi csoportok készültek a mai napra, amikor a jellemző szófordulatokat, jó napot, hogy vagy, szeretlek, 1, 2, 3 gyűjtötték össze európai nyelveken, és ezt rajzos formában készítették el. A nyolcadikosok egy nagyon gyakorló dekoratőr csapat, ővelük készítettük el ezt a fali újságot a tegnapi napon, hogy mára ezzel is színesítsük iskolánk folyosóját. A bükkfürdő területén élő mókusok megfigyelésére hív a Büki Turinform iroda, valamint a fürdő. A turizmus világnapja adta az alkalmat a felhívásra, de nem csak egy napra szólt a mókus les lehetősége. Egy amatőr mókus videót láthatunk, amely a Büki gyógyfürdő strandján készült. A gyógyfürdő 14 hektáros területén, valamint a városrész minden pontján élnek mókusok. Bármely napszakban felbukkanhatnak, és most különösen érdemes figyelni és megörökíteni a mókusokat. Erre hív a Turinform iroda és a Büki gyógyfürdő. Aki mókust lát, fotózza vagy videózza le. A képeket küldje el a turinform@bükkfürdő.hu e-mail címre. A fotók, videók ugyanis garantált ajándékot érnek. A felhívás szeptember 27-től a Turizmus Világnapjától él, és egy héten át, október 4-éig szól. Azonban már ezt megelőzően is számos fürdővendég jelentkezett mókus fotójával. Többen is írták, hogy rendszeres csodálói a mókusoknak, és örömmel csatlakoztak a felhíváshoz. A természetközeli program az elsők közé került az országra szóló válogatásban, amely listázta a Világnap apropóján hirdetett eseményeket, rendezvényeket. A mókus les tehát október 4-éig tart, a garantált ajándékot a Turinform irodában vehetik át a fotósok. 5 napirendi pont megvitatásával lezárták az előző pénzügyi évüket, megtartotta éves közgyűlését a Büki testedzők köre. Részletek a következő 3 percben. Színesebb lett a Büki kézilabdás lányok meze. Ezt mutatta a sport aktualitások között a BTK elnöke. Az elmúlt időszakban az történt, hogy a Bükkfürdő Thermaland Spa-val egy névadó szerződést kötöttünk, ami már ugye az új mezünknek az elején meg is jelenik, kézilabda csapatról beszélek, illetve a régi szponzoraink is természetesen rákerültek, ugye a Nestlé Purina a TAO támogatásainkat a labdarúgásnál, illetve a kézilabdánál teljes mértékben feltölti, illetve van a Jóla nevű cég, ugye, ami helyi vállalkozás is a Horda étterem révén, ők pedig a kézilabda csapatot maximálisan támogatják, mind vendéglátás, mind rendezvények megszervezésében. Ugyancsak szeptemberi sportaktualitás, hogy megtartotta éves közgyűlését a Büki testedzők köre. Hát nem túl nagy létszámmal, de azért volt érdeklődés. 5 napirendi pontot tárgyaltunk meg.
Ebben a 2022-es évet, költségvetési évet lényegében lezártuk. Egy kicsit igaz, hogy elhúzódott, de ugye szabadságok egyéb, hogy minél nagyobb legyen a részvétel. A tagság a 2022 évi költségbeszámolót egyhangulag elfogadta. A számlálóbizottság beszámolóját egyhangulag elfogadta. Utána a szakosztályvezetők tartottak a tavalyi évi munkáról egy beszámolót. A tagság ezt is egyhangulag elfogadta, illetve személyi kérdésekben döntöttünk. Az én javaslatomra, mivel úgy gondolom, hogy az öt szakosztály, minden szakosztály két fővel képviseli magát a Büki TK elnökségébe, így a volt szakosztályvezetőnket, a Simér Zoltánnak a munkáját itt is megköszönve az én jelölésemre, az új szakosztályvezetőt, a Naszádos Jácintot jelöltem az elnökségbe, amit két tartózkodás mellett a tagság megszavazott. Várakozások elhangzottak, vagy ilyenkor csak lezárjátok az előző szezont, vagy el is indítjátok, hiszen már, ahogy a múltkor is beszélünk, azért benne vagyunk? Hát elindítjuk a következő évet is, mert az önkormányzati támogatás elosztását a szakosztályok között igaz, hogy elnökségülésen már megtettük, de azért, hogy tájékoztattuk erről a tagságot is, és természetesen azért, hogy szabály szerint járjunk el, meg is szavaztattuk velük, ami egyhangulag megtörtént. Erről lehet tudni részleteket? Számokat illetően, vagy arányt illetően? Hát ugye a két fő sportágunk az önkormányzat jóvoltából ugye kaptunk 35 millió önkormányzati támogatást, a két sportágunk nagy részét elviszi. Ugye a labdarúgás, illetve a kézilabda mind a két szakosztály megközelítőleg 15 millió forintot elvisz. Az asztali tenisz szakosztály 2 millió 100 ezer forintból gazdálkodik, a sakk szakosztály 800 ezer forintból, és maradt a maradékra pedig a kosárlabda szakosztály. Három egyenként is jelentős beruházást jelentő pályázat csomag Bükről. Erről is részletesen olvashatunk a szeptemberi Büki újságban. A Havilap ezúttal számos sportos beszámolónak és fotógalériáknak is helyet ad. Lapszemlével folytatjuk műsorunkat. Címlapon a harmadik Bükkfürdő Csepreg félmaraton, és egy egész fotógalériát kapott az esősen kezdődött, de sikerrel zárult futóverseny a szeptemberi Büki újságban. Természetesen a részletes verseny eredményeket is közli a lap. Az aktuális Büki pályázati beruházások sorából hármat emel ki az első őszi lapszám. Dr. Németh Sándor polgármester adott összefoglalót. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elismeréséhez az ötödik oldalon gratulál Heisler Lászlónénak a Büki újság. Szintén egy teljes oldalt kapott a Felsőbüki Nagypál általános iskola tanévkezdése és a 2023-24-es nevelési év első heteinek beszámolója. A Nestlé aktualitások mellett a répcementi férfikar országra szóló sikeréről is olvashatunk a friss Büki újságban. Sportos beszámolót nem csak a félmaratonról találunk, hanem a senior sakkverseny tudósítása mellett a BTK közgyűlés, valamint Büki birkózó sikerek összefoglalója is helyet kapott a lapban. Az aktuális programajánlók előtt két oldalon láthatunk fényképes beszámolót a Magna Cum Laude Büki koncertjéről, az összesen 16 oldalas szeptemberi Büki újságban. Az időjárásnak engedve a Magna Cum Laude zenekar a termáltér helyett a sportcsarnokban adott ingyenes koncertet szeptember 23-án, lezárva a harmadik Bükkfürdő Csepreg félmaraton futóversenyt. Személyes, baráti szál köti a Magna Cum Laude zenekar egyik tagját, a szövegíró basszusgitáros Karamisát Bükkre. Így rendszeres vendég a városban, és örömmel érkezett fellépni is. Interjút is szívesen adott. Mutatjuk, valamint ízelítőt a koncertből. Na 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 Yeah.
Koncert Bükön, viszont csak holnap, hogy már ma itt érünk téged Bükön-Bükkfürdőn. Hát ennek egy különös oka van. Egy gyerekkori barátom, aki a Strand alkalmazásában áll, Fodor Zoltán, nem titkolom a nevét tovább, hozzá szoktam jönni ilyenkor, és családilag szoktunk kikapcsolódni. Körbe vezet minket a Strandon, a fürdőben, és utána este pedig kocintunk egy pohár ásványvízzel. Akkor ezek szerint visszajáró, visszatérő vendége vagy akár a fürdőnek is, de legalábbis a városnak is. Abszolút, abszolút. Eleinte szakmailag kellett jöjjek, tehát elég sokan, nem tudom, ez már a negyedik vagy ötödik koncertünk lesz, azt hiszem Bükön vagy Bükkfürdőn, és előtte megmondom őszintén, nem jártam erre, de azóta viszont már többször is voltam, nem csak koncertezni, hanem látogatóban is. Kérdezhetünk véleményt, mert mégiscsak az ország másik feléről jössz, jártok ide. Mi a véleményed a városról, a környékről? Van egy garázsa. Azt el kell mondjam, de azt is el kell mondjam, hogy én gyulai vagyok, ahol szintén van egy elég komoly várfürdő. Egy nagy, nagy múltú fürdő, nem szeretném összehasonlítani a kettőt. Más szerintem mind a kettőnek a milliója. Én nagyon szívesen járok ide, csak a saját tapasztalatom, hogy tudom elmondani nektek. Egészen más, mint a gyulai. És a vendégkör is más, nyilván másfajta emberek járnak. Egyébként érdekes, hogy itt többnyire, amennyire én megtapasztaltam, hogyha csak a külföldi régiókat nézzük, hogy rengeteg cseh származású népség
lengyelekkel találkozni. Hozzánk közel a Hajdúszoboszló is, ott szinte csak lengyelek járnak. Én meg a román határ mellett értem a románok vendégszeretetét, vagy ők élvezik a mi vendégszeretetünket. És hát ő nyilván ez is befolyásolhatja az embereknek azt, hogy hogyan töltik a szabad idejüket. Jó, akkor ezt ajánlatnak vesszük, tehát gondolom, hogy ajánlod azért Bükkfürdőt. Szeptember végét írjuk mindjárt, bár egészen kitolódott a nyár. Hogy zajlott a számotokra, hogyan értékeled ezt a fesztivál szezont? Láttam, követhettük akár csak a közösségi médiában is, hogy rengeteg helyen megfordultatok. Nagyon mozgalmas volt az utóbbi néhány hét, igaz? Igen, igen. Ugye hát azért minket is megengedett azért a Covid. Szóval felejtsük el, volt egy ilyen másfél-két év, amikor szinte teljesen standardra tett minden komolyabb zenekart a vírus, a járvány, és akkor azért még nem értük el azt a szintet, ami a vírus előtt volt, tehát olyan értem, hogy a koncertszámok, illetve az a rutinszerű hozzáállás a koncertekhez, ami már beidegződött gyakorlatilag így a 25 év munkásságunk alatt. Fölmenő évet mutat a, hogy is mondjam, csak a grafikon. Hogyha már a 25 évet említetted is, az is feltűnt újabban már a közösségi médiában, hogy nagyon készültök megünnepelni azt, hogy kerek évszám áll mögöttetek. Április van, lesz igaz a nagy koncertetek, hogyha jól láttam. Hogyan készültök erre? Így van, április 20-án a Budapest Sport Arénában ünnepeljük a 25. évfordulónkat. Hát igazság szerint, most nem akarok itt nagy szavakat mondani, egy olyan 2-3 hónapban ezelőtt megkeresett minket egy cégcsoport, hogy bevállalná azt, hogy rajtunk semmi felelősség ne legyen ennek a koncertnek a szervezését, úgyhogy gyakorlatilag nagyon kényelmesen tudunk lubickolni úgymond ebben a szituációban, mert rengeteg, hogy is mondjam, csak ilyen gumit adnak nekünk, vagy ilyen holtjátékot, hogy beleszólhatunk sok dologba, amihez ők nem értenek, tehát hogy kiket hívjunk el. Még minden szervezés alatt van, de természetesen méltó módon már akarjuk ünnepelni. Készül esetleg dal, külön, esetleg évfordulós? Ha hiszitek, hanem múlt héten forgattuk le a nem tudom már hanyadik klipünket. Nem évfordulós, ez csak egy dal. Most már nincs az, mint régen, hogy lemez, jön a lemez, ugye teljesen átalakult a média, a zenehallgatási szokások. Általában úgy van, hogy és 3-4 dalt összerakunk, és akkor szinte gyakorlatilag mindegyikből meg tudunk mutatni egy-egy szeletet. Ez is egy ilyen dal lesz, ez az a cím, hogy dobd le a cipőt, hogyha szorít. Ha ledobod, én sem leszek szorít, dobd le, hogy ne légy másolat olyanból, hitben láttam már sokat. Hogyha már a szövegek ilyen szinten is szóba jöttek, most ilyen műhely munka kezdődhet azért, azzal együtt, hogy nyilván készültök már ugye majd a nagy koncertre, de hogy ebben az időszakban, amikor lefutnak ezek a nyári fellépések, tehát dalszerzésre lesz most idő, alkalom, lehetőség? Igen, a helyzet az, és mondjuk az én párom sem érti meg, hogy ez nem egy ilyen statikus munka az alkotói folyamat, hogy na, akkor itt a Covid, akkor lehet írni. Én a Covid alatt semmit nem írtam, mert nem érnek át az egész egy kicsit, megmondom őszintén, a hátam mögött hagytam mindent, és el voltam magammal, tettem ilyen olyan dolgokat, de nem foglalkoztatta az alkotás. Tehát amikor én is bejelentem, pont megjött a kedvesem, hogy már pedig kimegyek Városerdőre, ami egy nyaraló övezet Duna mellett, és ott van egy kis nyaralom, és jár, ki szoktam pakolni, és ott nagyon el tudom engedni a gondolataimat, és akkor természetesen születtek az új dolgok, dalok, dalszövegek, de ez nem olyan, hogy reggel 8-tól délig akkor írok egy dalt, hanem amikor gyakon csak az iklet. Én ezt értem, de hát mégiscsak egyfajta nyári pörgésből kikerültök ilyenkor, nem csak ezért gondoltam, vagy ezért kérdeztem. Persze. Hát a nyári pörgésből inkább ilyenkor lazítunk, de most nyilván a nagy koncert az elveszi minden időnket. Itt van egy azért a zenekarnak egyfajta bioritmusa, amit már megszoktunk, ami a Covid előtt érvényesült gyakorlatilag, hogy ilyen október közepéig, végéig általában beszoktuk fejezni a koncertezés, most is így lesz, most Erdélybe zárom, majd Marosvásárhelyen, nem is tudom, október 17-én, és utána már nem is, egy zár körül lesz még, és utána nem is lesz csak április 20-án a koncertünk, és valóban ilyenkor szokott kezdődni egy kis összebújunk, de már
hogy a szerzőtársam Szabó Tibi írja a zenéket, én a szövegeket. Nekünk kell alapvetően itt gondoskodni az utánpótlásról, mondhatom így. Neki is most született egy gyereke, szóval nem olyan egyszerű, mint régebben volt, de azért nyilván kerültünk rá alkalmat. Jó munkát hozzá, és köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Elmusztok! Kedves nézőink, a Büki híreket látták. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantul.hu oldalon, és megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen. Ha első kézből értesülnének friss beszámolóinkról, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, érdemes. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!